Nem kell fanatikusnak lenni ahhoz, hogy valaki leragadjon a tévé előtt egy-egy műkorcsolya a bajnokság közvetítésekor. Tetszetős, szép sportág, és távolról akár egyszerűnek is tűnhet, pedig egyáltalán nem az. Nagyon sok mindenre kell ügyelni. A zenére kell figyelni, hogy minden tökéletes legyen, mint hogy amit gyakorlunk. Az, hogy minél jobban meg tudjuk csinálni, tehát figyeljünk a kézmozdulatokra, az, hogy mosoly is rendkívül fontos. Anita minden nap edz, amikor dolgozik a szabadkai jégpálya, de szerinte a feltételek nem adottak ahhoz, hogy komoly eredményeket érhessenek el a szabadkaiak. Újvidéken valamivel jobb a helyzet, de ott sem tökéletes. Aki komolyan akar foglalkozni jégkorcsolyával, annak a fővárosba kell költöznie. Ezt kevés család engedheti meg magának, meséli Anita anyukája, majd hozzáteszi, a jégkorcsolya drága sport, és a felszerelés, az edző, a versenyek költségeit maguknak kell állniuk. Mégsem sajnálja a fáradtságot. A gyerekem mosolya, meg amikor látom, hogy ő azt mennyire élvezi, meg az az egész atmoszféra, amit ilyenkor átélünk, meg amit végül is megélünk mi szülők is velük együtt. Hogyha neki nem nehéz, akkor nekem egyáltalán ez egyértelmű. Ezúttal is megérte küzdeni, hiszen Anita az újvidéki versenyen sikeresen szerepelt. Szerbiában harmadik, vajdasági szinten pedig első helyezést ért el. További terveiről is megkérdeztük. Maradja sportoló, hogy üzem tovább is, és amire csak tudok, járja ki versenyekre, és hogy utána majd egy sportedző lehessek. Ez az eddigi célom. Anita édesanyja elmondta, számára az a legnagyobb öröm, hogy lánya a sportnak köszönhetően hasznosan tölti idejét, és megtanul küzdeni a céljaiért.